A háború és a magyarok által elutasított káros brüsszeli szankciók sújtott a gazdasági válsághelyzetben is kivételesen teljesített a magyar gazdaság. Jelentette ki keddi közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, a KSH legfrissebb jelentését kommentálva. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2022-ben a hazai gazdasági szereplők erőfeszítéseinek köszönhetően 4,6%-kal nőtt a GDP, ami a legjobban teljesítő országok első harmadába tartozik az Európai Unióban. Ez azt is jelenti, hogy a háború és a szankciók ellenére a rendszerváltozás utáni időszak hatodik legmagasabb növekedését produkálta a magyar gazdaság. Bebizonyosodott, hogy a magyar kormány jó úton jár, intézkedései eredményesek, meg tudták védeni a gazdaság teljesítményét, hangsúlyozta a miniszter. A 4,6%-os gazdasági növekedés a V4 országok között a második legnagyobb bővülést jelenti, szorosan Lengyelország mögött, miközben a válság ellenére is megmaradt a növekedési többletünk, hiszen az EU és az eurózóna átlagát is felülmúlta a magyar gazdaság bővülése. Ráadásul a zsinór mértéknek tekinthető német gazdasági növekedésnél 2,5-szer jobban nőtt a magyar gazdaság teljesítménye. A kimagasló eredmény hátterében az évek óta töretlen nemzetközi bizalom, a tartósan magas befektetési és beruházási szint, a magas foglalkoztatottság, uniós szinten az egyik legalacsonyabb munkanélküliség, az erőteljes bérdinamika és a célzott kormányzati intézkedések álltak, sorolta Nagy Márton. A magyar családtámogatások biztos alapot jelentenek a házassághoz és a gyermekvállaláshoz. A kormány pedig minden segítséget megad a családalapítás előtt álló fiataloknak, írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a Facebook oldalán annak alkalmából, hogy elkezdődött a házasság hete. Hordung Ágnes azt írta, hogy a házasság érték, amely számos kutatás szerint tartósabb párkapcsolatot jelent és több gyermek megszületését eredményezi. Az államtitkár a bejegyzésben megosztotta a minisztérium kormány.hu oldalra feltöltött közleményét is, amelyben kiemelték, a jövő sikere a családok sikerein múlik. Ezért a kormány továbbra is arra törekszik, hogy se a házasságkötést, se a gyermekvállalást ne korlátozzák anyagi nehézségek. A kormány a nehéz gazdasági helyzetben is kiemelten támogatja a párokat abban, hogy a házasság és a gyermekvállalás mellett dönthessenek. Az első házasok 2 évig adókedvezményt vehetnek igénybe, a gyermek születése után pedig családi adókedvezmény, sőt a 30 éves kor alatti anyák esetében ezen felül immár személyi jövedelemadómentesség illeti meg őket. Valamint élhetnek egyebek mellett a babaváró támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény lehetőségével, sorolták a közleményben. Közölték, a magyar családtámogatási rendszer stabil, többrétű, célzott és rugalmas, amely sokoldalúan védi és szolgálja a családokat. Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban Magyarországon megerősödött a házasság intézménye. Küzdeni fogunk a gyermekeink védelméért, írta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Facebook oldalán hétfőn. A brüsszeli birodalmi központ eljárás alá vont minket a pedofil ellenes törvénycsomagunk miatt, fogalmazott Kocsis Máté. Hozzáfűzve, eközben itthon egy tanár furcsa magyarázattal kísérve vallja be, hogy kiskorúakra hajt, és ezt senki nem emészelje számon kérni rajta, mert őt a TASZ, a Helsinki Bizottság és a PDS védi, így hát perelni fog. Mint írta, a gyermekvédelmi törvényünket megtámadták és megsértették, a harc folytatódik tehát. 2 gyermek apjaként és a törvény egyik szerzőjeként kijelenthetem, ameddig akár csak egyetlen pedofil is keresi a jogi kiskapukat, vagy ha a 3.600.000 magyar népszavazáson kinyilvánított akaratával szemben meg akarják semmisíteni a törvényünket, addig dolgunk van. Küzdeni fogunk a gyermekeink védelméért, áll Kocsis Máté bejegyzésében. Szövetségbe hívom a magyar fiatalokat, legyenek részesei a magyar honvédségnek, ennek a bátor high-tech, a haza védelmének magasztos feladatát végző közösségnek, mondta a Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a honvédség toborzását támogató kampány nyitó rendezvényén hétfőn a Bálna Budapestben.
A honvédelmi miniszter kiemelte, Magyarországnak megfelelő elrettentő erőt felmutatni képes komoly, tiszteletre méltó hadseregre van szüksége. Ehhez jól kiképzett, megfelelően felszerelt, magas morálú, fizikaiak fit, nyelveket beszélő fiatalokra van szükség. Azt ajánlom a magyar fiataloknak, hogy lépjünk szövetségre és dolgozzunk együtt a jövőben. Csatlakozzanak ahhoz a magyar haderőhöz, amit most építünk, jelentette ki. Szólt arról is, zajlik a honvédség fiatalítása, ami lehetőséget ad a fiatal tisztek, altisztek pozícióba kerülésére. A miniszter szerint érdemes, fontos és értékes a magyar honvédségben szolgálni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal idén is automatikusan, külön kérés nélkül elkészíti azoknak a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akikről munkáltatói kifizetői adattal rendelkezik, közölte a NAV hétfőn az MT-vel. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy március 15-től KAU azonosítóval már megnézhető a saját adóbevallási tervezet, és ez azok számára is elérhető, akik most regisztrálnak az ügyfélkapun. Ismertetik, hogy KAU azonosítót igényelni lehet bármelyik okmányirodában, kormányablakban, de előzetes időpont foglalással a főbb NAV ügyfélszolgálatokon is elérhető ez a szolgáltatás. A hagyományos megoldáshoz ragaszkodók kérhetik a NAV-tól a személyi jövedelemadó bevallási tervezet postázását március 16-áig többféle módon is. Az adó azonosító jele és a születési dátuma megadásával SMS-ben a 0630-344-4304-es telefonszámon, a NAV oldalán elérhető weburlapon, levélben, továbbá a BEVTERVK formanyomtatványon, telefonon a 1819-es hívószámon, személyesen az ügyfélszolgálatokon, tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Néhány éven belül az elektromos járművek olcsóbbak lesznek, mint a belső égésű motorral hajtottak. Így a fogyasztóknak is sokkal könnyebb lesz a választás. Jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Zöld Megállapodásért Felelős Uniós Biztos kedden Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén. A biztos az új gépjárművekre vonatkozó a széndioxid kibocsátási előírások módosítására irányuló uniós javaslatról szóló vitában kifejtette, az európai embereknek minél előbb hozzá kell férniük a megfizethető tiszta közlekedéshez. Ennek érdekében pedig az elektromos mobilitást, különösen a személygépkocsiknál a lehető leggyorsabban be kell vezetni. Az európai autóipar az elmúlt években sokat fejlődött, az elektromos járművek üzemeltetési költségei már most is alacsonyabbak, mint a belső égésű motorral hajtott autóké. Felhívta a figyelmet, hogy az európai autóipar jelenleg a legjobb és leginnovatívabb a világon. Azonban ezt a versenyelőnyt fent kell tartani. Emlékeztetett, hogy Kína tavaly több elektromos autómodellt vezetett be a nemzetközi piacokon, amelyek jó minőségű, egyre inkább megfizethető gépjárművek. Versenyeznünk kell velük, nem adhatjuk át kívülállóknak ezt az iparágat. Be kell fektetnünk az európai autóipar átalakításába, és elektromos járműveket a világszintű fogyasztásra kell gyártanunk, hangsúlyozta. Komáromváros önkormányzata sikeresen pályázott a TOP Plus programban az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra, melynek keretében 201 millió forint visszanemtérítendő támogatáshoz jutott. A beruházásnak köszönhetően két komáromi óvoda, a Szőnyi Színes óvoda és a komáromi Kistátos óvoda energetikai felújítása valósulhat meg. Mindkét épületben sor kerül a lábazat és a homlokzat utólagos hőszigetelésére, a padlásfödém szigetelésére, a fűtési rendszer korszerűsítésére, egy-egy új földgáz tüzelésű melegvíz kazán és egy-egy elektronikus fordulatszámszabályzó szivattyú beépítésére, a villamos hálózat felújítására, valamint napelemek telepítésére is. A Szőnyi Színes óvoda esetében azbesztmentesítés is megvalósul. A projekt várható befejezése 2025. március 28-a. A projekt célja, hogy az óvodák épületében dolgozók, illetve a gyermekek komfortérzete javuljon. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez, az energiaimport függőség mérsékléséhez. A korszerűsítéssel példát szeretnének mutatni a helyi lakosságnak, a környező települések önkormányzatainak,
a környező épületek tulajdonosainak, üzemeltetőinek a környezetterhelés csökkentésére vonatkozóan. Folyamatosan fejlődik a tatai gyermekétkeztetés infrastrukturális háttere. Konyhák és ebédlők újultak meg az elmúlt években, olvasható a város honlapján. Mihály József polgármester elmondta, a gyermekétkeztetés az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Így évekkel ezelőtt megkezdték az ehhez kapcsolódó felújítási munkákat, melyek nyomán megújult a Jászmin, a Fazekas és a Vaszari iskolák tálaló konyhája. Ahol kellett, ott az ebédlőt is korszerűsítették. A Kőkúti iskola és a Csillagsziget bölcsőde pedig vadonatúj konyhát kapott. A polgármester hozzátette, a város közel 100 millió forintot ad évente a gyermekétkeztetéshez. Körülbelül ennek dupláját adja a magyar állam, és ehhez jönnek még a szülők befizetései. A helyi fejlesztésekkel az a cél, hogy a tatai gyermekek a lehető legkorszerűbb körülmények között tápláló és ízletes ételeket tudjanak elfogyasztani. Komárom-Esztergom vármegyében emelkedett az ittas vezetők száma. A rendőrség továbbra is kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzésükre. Az elmúlt időszakban Komárom-Esztergom vármegyében nőtt az ittas járművezetők száma. A rendőrök több járművezetővel szemben intézkedtek, akik a vezetés előtt szeszes italt fogyasztottak. A rendőrség ismételten felhívja a figyelmet a közúti közlekedési szabályok mindenkori betartására, hiszen aki ittas állapotban gépi meghajtású járművet vezet, akár több százezer forintos bírságra és járművezetéstől való eltiltásra is számíthat. A közlekedési baleseteket előidéző okok között az ittas járművezetés kiemelt veszélyforrás, ezért a közlekedők a rendőrkapitányságok illetékességi területén a közeljövőben is számíthatnak ellenőrzésekre. Ezen kívül kiemelt szerepet kap a biztonsági jöv és a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű használata. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a biztonsági jöv használata nélkül jelentősen megnőhet a súlyos vagy akár halálos sérülések kockázata. Csütörtökön a reggeli réteg felhőzet feloszlik, napközben fátyol felhők szűrik a napsütést, számottevő csapadék nem várható, helyenként megélénkül a déli szél, a csúcs hőmérséklet 6 és 11 fok között alakul. Pénteken észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, helyenként eső is előfordulhat, megélénkül a nyugati a szél 6 és 13 fokig melegszik a levegő. Szombaton erősen felhős lesz az ég, elszórtan várható eső zápor, élénk erős lesz a szél, a csúcshőmérséklet 9 és 15 fok között alakul. Vasárnap felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap, futó záporok előfordulhatnak, erős, viharos lesz az északnyugatira forduló szél, a legmelegebb órákban 7 és 13 fokot mérhetünk. A jövő hét elején pár fokos lehűlésre lehet számítani.